Sziasztok! Föl szokták tenni a kérdést autós embereknek, hogy a születési évéből mely autókat választaná. Nos, ez egy 1978-as Chevy Corvette. Én is 1978-as vagyok, szerintem tudjátok a választ. Chevy Corvette egy akkora autóipari ikon, hogy ha felüti valaki a Wikipedia oldalát, akkor alsó hangon 30 ezer karakternyi könyvnyi szöveget találott. Meg se próbálok minden részletéről beszámolni, maradjunk a fő mérföldköveknél. 53-ban indult a történet az első generációval, ami egy nyitott, kétüléses sportkocsi volt, hátul merevtengely, elől pedig sorhatos motor, tehát az még nem volt egy nagyon erős autó, de a korabeli amerikai kocsik többségénél azért élesebb, sportosabb kiadás volt, ugyanis a General Motorsnál úgy gondolták, hogy az adrenalinra vágyó amerikaiak ne európai sportautóban találják meg ezeket az örömöket, hanem legyen nekik amerikai autójuk. Na, ez a kocsi eleinte még nem ragadta meg mindenkinek a fantáziáját, de azért hamar megérkeztek a versenytársak is, mint például a Ford Thunderbird. 55-ben került V8-as az orrába, és onnan rakétáztak föl nagyon az eladásai, úgyhogy egészen 1963-ig készült a C1, és akkor érkezett meg a C2. A C2 teljesen új technológiai alapokra tette ezt a sorozatot, úgy voltak vele, hogy akkor most már legyen tényleg valóban éles sportautó, úgyhogy bár alvázas maradt a C2, abban lett először független a hátsó futómű, abból készült először kupé karosszéria is, de megtartották a kabriót, és hát a C2 óriási nagy siker lett, nagyon jól működött, és ennek ellenére meglepően rövid ideig gyártották, mert már 68-ban leváltotta a C3. Persze azt, hogy ennyire rövid ideig gyártották valamit, az nem azt jelenti, hogy aztán csak eldobták, mint hogyha nem lenne rá szükség. A C3 alatt gyakorlatilag ugyanazt a technológiát találjuk, amit a C2-vel bevezettek, csak a burkolat rajta, ez a bizonyos üvegszállal erősített műanyag karosszéria, ez lett egy teljesen új dizájn a C2-höz képest. Gondolom úgy voltak vele, hogy legyen friss, modern és ütős a Corvette kiállása mindig. Szóval, V8-as motor elől, kettős keresztlengőkaros futóművel, mögötte 4 fokozatú manuális vagy 3 fokozatú automataváltó, hátul is független felfüggesztés, erre majd még kitérünk, és az egész autó a többi amerikai autóhoz képest egy emeltebb színvonalat képviselt, jobb gyártási minőséget, alaposabban megtervezett műszaki tartalmat. Jegyezzük itt meg Zora Arkus Dantov nevét. Ő volt az, aki ezt olyan műszaki tartalommal töltötte meg, hogy tulajdonképpen a maga korában ez egy rendes, éles sportkocsinak számított. Csak aztán eljött a 73-as olajválság. A V8-as billegteti a kasznit, ahogy annak rendes módja. Engedjük akkor szabadjára. Az automata váltót, 3 fokozatú THM 400-as automata van ebben a 78-as Corvette-ben. Szóval az automata váltót D-be húzom, és mehetünk. Az ülés sokkal jobban fekszik, mint az nekem kedves lenne. Nem találtam meg a módját, hogy állítsam a hátámlát, úgyhogy ez egyelőre marad így. Felhúzom viszont az ablakot, mert ez egy kicsit túlságosan szeres, talán így egy kicsit többet fogtok belőlem hallani. A tetőt kivettük. Ugye eleve a C3 vezette be a kivehető T-top megoldást, amit egyébként a Corvette talán még ma is használ, de az biztos, hogy nagyon sokáig használt még innentől kezdve. C4-esen, C5-esen, C6-oson mind kivehető volt a műanyag tetőlap. Némelyiken akár már egybe is, nem pedig úgy, hogy megmaradt itt egy kereszttartó, mint a C3-ban. Benne vagyunk a természetben, hallom a madárcsi csergést, már amikor nem üvölt a motor, érzem a fák illatát, és hát süti a napfény a homlokomat, és sírok magamban, hogy ehhez a melóhoz baseball sapka kellett volna. Aztán az is az első benyomás része, hogy meglepően jól kilátok az autóból, meglepően jól látom, hogy hol járok az úton, és nagyon engedelmesen kanyarodik az autó. És nagyon engedelmesen gyorsul is.
Van ereje, az egyszer biztos. És a fék is fog. Ezen a régi amerikai autón van fék. Az első benyomás szenzációs, és természetesen megvan a hangja is, annak ellenére megvan, hogy gyakorlatilag gyárias a kipufogó rendszer, tehát hogy eznek körülbelül ilyen hangja volt újkorában. Ennek a konkrét autónak még a katalizátor is visszakerült a kipufogójába, amikor az OTV vizsgára készítették fel. Mióta 55-ben a C1-esnek az orrába V8-as került, azóta nem került más motor Corvette orrába. Természetesen ez is egy Chevy Small Block V8-as, de még mielőtt elmerülnénk a konkrét motorban, azt azért érdemes tudni, hogy a 60-as évek végére a Corvette-ek már egészen bődületes lóerőszámokkal dobálóztak. A 400 lóerőt is megközelítették a Big Blockos változatok, csak aztán egyszerre két dolog történt. Egyrészt a 73-as olajválság miatt legalábbis ideiglenesen megdrágult a benzin Amerikában is. Másrészt, és ez egyébként fontosabb hatás, ebben az időszakban a 70-es évek elején kezdtek el azzal foglalkozni az amerikaiak, hogy az városaiknak a levegője már élhetetlen, az olmozott benzinből rettenetes mennyiségű kipufogógáz termelő szabályozatlan autóik miatt, és elkezdték megpróbálni szabályozni a levegő tisztaságot az autó kipufogógázának szabályozásával. És még van egy harmadik dolog is, korábban az amerikaiak a teljesítményt a SAE, az Amerikai Mérnökök Egyesületének mérési szabványának a bruttó verziója szerint mérték, ami teljesen pőrén méri a motort, még a generátor sincs rajta, viszont a 70-es években átálltak a SAE nettó mérési szabványra, ami már közelebb áll ahhoz, amit mi lóerőnek értelmezünk manapság. Úgyhogy hirtelen elkezdett elolvadni a Corvette teljesítménye. Az amerikaiak szerint ez a C3 tulajdonképpen a Corvette-ségnek a mélypontja. Sokan kifejten utálják ezt a korszakot Amerikában, úgy is hívják, hogy a malaise, a betegségnek a korszaka. Sok detroiti autókat egyébként szerető amerikai szerint ekkoriban készültek a legrosszabb autók a GM-nél, a Fordnál és a Chryslernél. Én azért annyit hozzátennék, hogy bár valóban sok problémás megoldás került ebben az időben az amerikai autókba, azért nem teljes idióták ültek a mérnöki irodákban ekkor sem. Megpróbálták kihozni a lehetőségekből, ami bennünk volt, és születtek értékelhető autók, és megmondom őszintén, hogy bár ez a C3-as olyan értelemben nem tekinthető éles sportkocsinak, ahogy az elődei meg az utódai, de ettől függetlenül még egy nagyon kellemes autó. Ha már abban a helyzetben keveredtek, hogy a viszonylag testes 1,6 tonnás kocsiba mindössze 180 lóerős motort tudtak beleilleszteni, 185 ebben az esetben, de ez évjáratonként változott, sőt, ugye Kaliforniában, ahol szigorúbbak voltak a károsanyagcsere kibocsátási normák, ott ebben a konkrét évjáratban is alacsonyabb teljesítménnyel érkezett ez a kocsi a szalonokba. Szóval, hogy ha már ilyen viszonylag rossz teljesítmény súly arányjal kellett operálniuk, akkor legalább felszerelték és GT-hez méltóvá tették ezt az autót. Például ez az üveg ide mögénk nagyon előnyös abban a tekintetben, hogy tágasabb, levegősebb az utastér, és csupa sem éreznék magunkat bezárva. Pont ebben az évjáratban került keszűtartó a műszerfalra, hogy azzal is egy kicsit tágasabb és komfortosabb legyen. És klíma is van az autóban. Szóval igen, egy 60-as évekbeli 350 lóerős tűzokádó sárkányhoz, vagy egy 90-es évekbeli 350 lóerős tűzokádó sárkányhoz nem hasonlítható egy ilyen békés 180 lóerős autó, ez tény, ezt aláírom, de ez nem azt jelenti, hogy rossz autó lenne, csak azt, hogy más. Jó, persze, igen, akkor itt jönnek azok, akik azt mondják, hogy jó, hát innentől kezdve akkor nem méltó a Corvette márkajelzésre. Há, mi is ez a Corvette? Ezt egyébként nem árt tisztázni, a Corvette alapvetően egy kisméretű hadi hajót jelent, tulajdonképpen a legkisebb olyan hajó már a vitorlás korszak óta, amit a haditengerészetek listáznak egyáltalán. Ez alatt már gyakorlatilag ladikról beszélgetünk kis túlzással. Szóval ez a Corvette, a kismérete és a fürgessége az jellegzetessége, és a mai napig használatban van egyébként ez a latinból Hollandiába, onnan a francia nyelvbe és onnan az angolba megérkezett kifejezés. We'll be right back.
Small Block Chevy, tehát ez a bizonyos V8-as motor, ami ide is bekerült, és 78-ban csak ilyennel lehetett Corvette-t vásárolni, kétféle kivitelben. Szóval, hogy ez a motor, ez már 2011-ben átlépte a 100 milliós darabszámot, és a mai napig gyártásban van, mégpedig azért, mert a mai napig lehet belőle újonnan bárhány lóerőre tuningoltat vásárolni, hogyha szeretnél. Effektíve a hengerfejek, a vezérműtengelyek, a dugattyúk, a ráépített keverőképzőrendszerek, azért mondom így, mert lehet befecskendező is, lehet karburátor is, mindegyikből 100 féle van piacon a mai napig, és 100 féle volt már 1978-ban is. Tehát ilyen autót tuningolni teljes mértékben a napi rutin része volt. Valószínűleg ez az autó sem pont 185 lóerő ma, hiszen amennyit a kor elvitt, annak egy részét talán visszahozza azt, hogy a biztosabb indítás reményében picivel modernebb gyújtás van rajta, és egy picivel hegyesebb a vezérműtengely. Ezek ilyen apróságok, amik mindegyik Corvette-ben benne vannak. És amit még szintén tudnunk kell, hogy az SBC ebben az időszakban alapesetben vasblokk, vashengerfej, hengerenként 2 darab szelep és 1 darab vezérműtengely, ami nyomórudon keresztül mozgatja ezeket a szelepeket. Egy öntött vas leömlőn keresztül megy be a benzinlevegő keverék az itt fönt trónuló karburátorból vagy befecskendezőből, mert volt olyan változat is, és egy szintén öntött vas leömlő egyesíti a 4-4 hengert 2-2 kipufogóba, ami ezeken a katalizátoros kiviteleken aztán már X-ben találkozik, hogy a katalizátor mind a két kipufogót ki tudja tisztítani. Korábban ezek külön mentek végig hátra, és persze most is van, aki megcsinálja, úgyhogy szépen kijön ide oldalt, és sidepipe-ban végződik a keverék, a hátsó kerék előtt. Mondom, ez egy amerikai autó. Itt az a lényeg, hogy hozzányúlhatsz, alakíthatod, személyre szabhatod, és mindegyik verziója pontosan ugyanannyira egyformán eredeti, mert már a gyárban úgy képzelték el, hogy ezt te majd megcsinálod a sajátodnak. Akkor pöcintjük hátra kettesbe ezt az automatát, vissza is váltott egyből. És nem csak a hangja jött meg, a sebességmérő is megindult. A 700-át! Nem azt mondom, hogy leszakítja a hajam, tehát nem ez a legélesebb sportkocsi, amit az elmúlt hónapokban vezettünk, de GT Coupé-nak 100%-ig tökéletes. Hangja van, élményt ad, nagyon-nagyon stabilan kanyarodik ezen az országúton, elviseli, amit elétárok, végigköveti a sávot, nem kell küzdenem a volánnal, inkább csak azért kapaszkodok bele, mert az ülésnek oldaltartása viszont érdekes módon szinte semennyi nincsen. Lefogadom, hogy lehetett bele egyébként ennél sportosabb ülést rendelni, azt pedig tudom, hogy ehelyett a műbőr kárpit helyett, ami most egy kicsit izzasztja már a hátam ebben az időben, lehetett bőrkárpittal is kérni a Corvette-t. A lámpát egyébként vákum mozgatja, levegő, nem pedig elektromos motor, ezért aztán az csak a járó motornál tudja kinyitni a kocsi megbecsukni. Van benne vákumos tempomat is, ez az a vákumdob, aminek a végére, ha be lenne kötve egy bobdan, akkor azt tudná a gázkart helyettünk húzni. Ott is van a kapcsoló az indexkar végén. Aztán itt van a kompresszora a légkondicionálónak, az is szépen ide ki van helyezve, jól szerelhetően. Ott elől egészen megdöntve van a hűtője ennek az autónak, tehát foglalkoztak azzal, hogy a lehető leglejjebb hozzák a motorháztetőt. Ugye maga a V8-as és a 90 fokos V8-as azért jó, mert jó alacsony motorháztetőt tesz lehetővé. Aztán a Corvette-ben van szervó, van 2 fékkör és van 4 darab tárcsafék, mondom, ez egy komoly autó. Elő 2-es keresztlengőkkal van, csavarugókkal és lengéscsillapítókkal. Viszont a kormánymű itt még nem fogasléces, hanem még golyópályás. Itt van a generátor mögött a golyópályás kormánymű, amit szervó is könnyít. És az egészet természetesen egy alvázra építették rá, hiszen azért egyszerűbb volt alvázból kiindulni ennél az autónál is. Még egy kis szerelőlámpát is biztosított nekünk a General Motors, hogyha este kéne valamit megnézni a motorháztető alatt, akkor lehet. A Corvette-tel kapcsolatban sokszor használják a muscle car kifejezést, tévesen. Attól, hogy egy amerikai autóban erős motor van, az még nem lesz automatikusan muscle car. Ugyanis az egy konkrét kategória, és a Corvette nem ebbe a kategóriába tartozik, ez egy éles sportautó. És ezt nagyon jól megmutatja a hátsó futómű, ami sokkal-sokkal igényesebb, mint bármelyik muscle carban.
Amikor utána néztem, hogy mi tartja egy ilyen Corvette-nek a fenekét az úton, akkor menthetetlenül a Jaguar jutott az eszembe. Ugyanis az E-Type-al mutatták be a Jaguar hátsó futóművet, a Jaguar független hátsó felfüggesztést, aminek az a lényege, hogy van egy alsó lengőkar, és a felső lengőkar az maga a féltenge, és így egy kereszt lengőkaros megoldás van. Ilyen van egyébként az én Jaguaromban is, csak már egy modernizált változat. És itt, hasonlóan a Jaguarhoz, a felső lengőkar maga a féltengely. Tulajdonképpen egy jó vastag csövet képzeljünk el, amit két kardán csukló csuklóz meg a belső és a külső végén, és ez viszi át a hajtást is természetesen. Ugye azért kardán csukló, és nem pedig féltengely csukló, mint más autókon, mert ennek toló-húzó erőre is tartania kell, nem csak csavaró erőre, mint egy nem teherviselő féltengelynek. Biztos, hogy nem mérnöki nyelven fejeztem ki magam, de a lényeget értitek. Szóval ez a felső féltengely, és alul is van egy vezetőpálca keresztbe, meg egy vezetőkar hosszába, tehát összesen 1, 2, 3 féltengely vezeti a hátsó kerekeket. Tárcsafékkel is lehetett rendelni, sőt azt hiszem ez már eleve tárcsafékes is teljes egészében gyárilag. És a diffi, amit természetesen a vászhoz rögzítettek, az lehetett sperrel is rendelni, ez a Positraction néven futatta a Corvette-nek a sperdiffie. Szóval ez egy meglehetősen összetett, és a korabeli amerikai autók 99%-ánál sokkal komolyabb futómű, ami alátámasztja, hogy ez nem egy muscle car, hanem ez egy komoly sportautó, és az árcédulája is ennek megfelelő volt. Na és még egy fontos dolog van ezzel a hátsó futóművel kapcsolatban, mégpedig az, hogy keresztben elhelyezett laprugó köti össze a két oldalát, ami azért nagyon érdekes, mert egyrészt a műanyag kaszni és a kereszt laprugó az összeköti a vele egyszerre gyártásban lévő Trabant 601-gel, másrészt viszont a kereszt laprugót, igaz, hogy akkor már kompozitból, de tovább használta a C4-es Corvette is, sőt ott nem csak hátul, hanem már elől is ilyen rugózást építettek, tehát bevált ez a megfejtés, és megteszi a sportkocsijukba, és egyébként ma is kapni keresztlaprugós autót, ugyanis a Volvo-nak az aktuális kínálatában, a nem légrugós kombikban hátul ilyet találunk. Szóval nem egy istentől elrugaszkodott elmélet összekötni így egy egyébként igényes futóművet, ráadásul ugye a laprugó tart is valamennyit. Hogy ez az autó 1978-as modellévre készült, azt teljesen egyértelműen megmutatja a feneke, mert az gyakorlatilag ekkor változott ilyenné. Ugyanis korábban a C3-asnál itt ebben a vonalban volt egy függőleges hátsó ablak, és annak volt egy kis kiterjesztése ide hátrafelé, de a függőleges hátsó ablak után lapos volt a hátulja, és bár az ülések mögött is be lehetett táskákat tenni, ide erre a lapos részre lehetett rendelni rácsot, ahová lehetett táskákat kötözni, hogyha az ember messzire utazott volna sok cuccal a Corvette-jével. Azután ezt a formai elemet a C4 tovább vitte, sőt utána a C5 is, tehát ez a csapott hátú üvegház itt nagyon sokáig megmaradt a Corvette-eknek állandó jellemzőjeként. Az alvázra épített üvegszálas karosszéria egészen váratlan problémákat tud okozni. Például az, hogy ennek nincs nyitható csomagtartó fedele, zárójel. Az üveget egyébként később nyithatóvá tették, de azoknak a tulajdonosoknak a véleménye szerint, akiknek olyanja van, ez nem sokat segít, mert annyira messze van a perem, hogy így is nagyon nehéz bepakolni bármit is ide a csomagtérbe, de itt meg egyáltalán nem nyitható itt hátul semmi. Tehát például, hogyha a hátsó lámpában izzót akar valaki cserélni, akkor magát a lámpatestet kell kiemelni, és ugye a kábelnek megfelelő hosszúságúnak kell lennie ahhoz, hogy kijön annyira, hogy meg lehessen csinálni az izzószerelést. Sőt, még egy érdekesség, a tulajdonos felhívta rá a figyelmet, hogy mivel műanyag a karosszéria, ezért nem annyira egyszerű letestelni ezeket a lámpákat, mint más autóban. Nem elég itt ide csavarozni egy testkábelt és kész, mert nem fog földelni. Duplán van kábelezve, tehát egy élő vezeték előre és egy testvezeték vissza. Amikor megjelent a C3-as, akkor ez itt még krómlökhárítós volt, aztán alakították ki ezt a műanyag és alacsony sebességi ütközést elviselő lökhárítót, vannak rajta még ilyen kis babák is pluszba. Egyébként aztán azt hiszem 81-ben, vagy valahogy így még a C3 végére ezt még egyszer átrajzolták, különösen az orrát, de egy picit a fenekét is, a szárnyat integrálták ide a fenekébe. Végül is ezeket az apró módosításokat amerikai autóknál megszokhattuk, hiszen ebben az időszakban még nagyon rendszeresen átrajzolták.
egy ilyen autó, mint ez, ami ugyan sok mindent kijavítottak rajta, de nem esett át restauráláson, előfordulnak olyan dolgok, amik nem tökéletesek. Például lefogadom, hogy a kormány nem pont ilyen volt újkorában, mert mintha középállásban egy icipicit nehezebb ellenállást tanúsítana, mint amit ideálisnak tartanék. Ezek is tudnak elképesztően pontosak és kezesek lenni, és egyébként a pontosságával nincs is semmi gond. Oda fordítja az autó az orrát, ahova én a kormánnyal irányítom, inkább csak az nem tetszik, amikor a erő bekodobást tőlem igényel, pedig hivatalosan ugye szervó segíti a munkámat. A fékpedál és a gázpedál ezzel szemben tökéletes, azonnal reagál mind a két rendszer az utasításaimra, a motor is rögtön felkapja a fordulatot, a váltó rögtön indítja a hajtást hátra, semmi készlekedés, semmi csúszás, semmi lazaság, és a féke is pontosan elég jó ennek az autónak ahhoz, hogy kiautózhassuk egy ilyen országúton annyit, amennyit szeretnénk belőle. És még megfordulni sem nehéz vele, mert nagyon gyorsan teszi a váltó át, R-ből D-be és megint vissza. Hú! Megindult, mi? Az ajtók meglehetősen tágasra nyílnak, és így, hogy ki van szedve a T-top, így nagyon egyszerű a beülés is. Egyébként az utastere is ennek a konkrét autónak az évjáratja jellemző, mert 78-ra egy picit átalakították itt az óracsoportot. Korábban két csőben helyezkedett el a sebességmérő és a fordulatszámmérő, míg itt tulajdonképpen egy olyan műanyag beágyazást kapott, mint itt középen a rádió fölött a kiegészítő műszereknek a konzolja. Nagyon érdekes, hogy a kormány állítható, és nem csak fölle, hanem ki, be is, de két külön karral. Ha ezt a kart meghúzom, akkor tudom fölle állítani, és hogyha itt fönt kireteszelem, egy pillanat, itt ügyesen kireteszelem, ez az, akkor lehet a távolságát is beállítani neki, tehát egészen jó be lehet állítani a vezető pozíciót. Én megmondom őszintén, ahogy itt most beültem, ez így tök patika, jó helyen van a kormány, jó helyen vannak a pedálok, mindent kényelmesen elérek. Ez egy tisztességesen megépített vezetői helyzet, és meglehetősen jól körbe is látok ezeken az ablakokon keresztül. Az viszont nagyon jellemző, hogy az elejéből gyakorlatilag csak a két kerékjárati ív van meg, az a két kis kólás üveghajlítás. Magát az ort, hogy hol kezdődik, hol ér véget, hát arról innen nézve fogalmam sincs. Abban szintén rácáfol a C3 az amerikai autókról kialakult sztereotípiákra, hogy egyáltalán nem olyan rettetesen nagy. A szélessége és a magassága teljesen sportkocsi határok között marad, és csak a hossza lóg túl azon, amit egy európai sportkocsinál hozzá gondolnánk, de ez is leginkább azért, mert a méretéhez képest viszonylag kompakt V8-at az első tengely mögé tették, tehát már ebben, sőt, már a C2-ben orrközép motoros volt a Corvette, ami ugye nagyon jót tesz a súlyelosztásának, és nagyon jót tesz ezáltal a kanyar tulajdonságainak. Azért ez tényleg nagyon vicces, hogy benne ülök ebben a jó hosszú, de amúgy keskeny és alacsony csónakban, és bár nagyon szépen körbelátok, tehát a tolatás egyáltalán nem okoz gondot, de az, hogy hol van az autó eleje vége, hát arról kőzöm sincs. Úgyhogy szűk európai garázsban parkolni egy ilyen autóval, hát véleményes, bár a lökhárítók elől-hátul eltűrnek kisebb koccanásokat, tehát szabad vele egy egyenes falnál érintésre parkolni, nem lesz tőle baja. Azért bánjunk tisztelettel vele, megérdemli. Az a családfa, aminek ez a fekete báránya, az valami egészen különleges lehet. És igen, nálam a Corvette nagyon magas polcos cucc. Szerintem azok nem ismerik el ezeknek az autóknak a tudását, akik azt hiszik, hogy itt is egy muscle carról van szó, ahol az árcédula volt meg először, és ahhoz tervezték a kocsit, de nem. A Corvette esete teljesen más. Itt valóban komoly sportkocsit akartak gyártani, és persze nyilván voltak műszaki akadályok, egy háromfokozatú automata, vagy a 70-es évek futómű és kormánytechnikája nem teszi mai értelemben éles sportautóvá a C3-ast, de a cél ez volt,
és hogyha a kortársaival, az akkoriban kapható amerikai autókkal vetjük össze, akkor már is érte a célját, és teljes mértékben sportkocsinak éreznénk mondjuk egy Caprice-ból átülve, leszakítja az arcunkat konkrétan. Hát remélem, tetszett a fületeknek az a hang, amit el tudtunk hozni ebből a kocsiból, és tetszett a szemeteknek az a látványa, hogy a napfény játszik ezeken az elképesztően szexi vonalakon. Ha így van, nyomjatok egy nagy kövér lájkot a videóra, és ne feledkezzetek el feliratkozni és csengőt nyomni, hiszen segíti a csatornát, és ti sem maradtok le a jövő héten, amikor megint jövünk autós tartalommal. Addig is, sziasztok!